A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a kórház dolgozóinak is adományozta. Nagyné László Erzsébettel, a Kátai Gábor Kórház főigazgatójával beszélgettünk, hiszen Jászhegyszékhalom Szolnok megyei és Karcagvárosi Önkormányzat elismerését is megkapták most az ünnep alkalmából, hiszen láttuk, mindannyian is tapasztaltuk, hogy rengeteget dolgoztak a Covid idején a munkatársai. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy így elismerik a munkánkat, a kollégák munkáját. Nem kis munka van hátunk mögött, jó. Nagyon nehéz volt ez a másfél év, úgy gondolom, emberpróbáló volt, lélekpróbáló volt, és fizikai próbára is tette nyilván a kollégákat, hiszen senki nem kivétel, és jó maguk is többen elkapták a Covid-járványt. Túl vagyunk rajta, túl vagyunk ezen az időszakon, nagyon sokat tanultunk belőle, úgy gondolom mindannyian. Az elvitathatatlan, úgy a díj tekintetében, mint a saját belső érzelmem tekintetében, hogy ez csapatmunka volt. Tehát ez az intézmény minden egyes dolgozójára szükség volt, úgy az orvosra, az ápolóra, aki odaállt az ágy mellé, az asszisztensekre, a járóbeteg szakrendelésen dolgozókra, mint akár a mosodába, a konyhán, az élelmezésen és a takarításon dolgozókra. Mindenkinek be kellett tartani ezt az új jogszabályi környezetet és higiéniában is mindenben olyan új dolgokhoz kellett alkalmazkodni és átpakolni az épületet, visszapakolni az épületet, elhelyezni a betegeket is. Úgy gondolom, hogy minden egyes kollégámnak hálával és köszönettel tartozok azért, hogy ebben a nehéz helyzetben ilyen kitartóan helytálltak, és külön köszönöm a megyei önkormányzatnak és Karcagváros önkormányzatának, hogy mindkét helyen díjjal ismerték el a dolgozóink munkáját. Köszönjük szépen, és hát jó egészséget kívánunk minden dolgozónak, hiszen azért láthattuk az elmúlt hónapokban mi is, hogy sok civil szervezet, magánember is elismerve az önök megfeszített munkáját, azért a maga módján igyekezett támogatni, segíteni önöket. Mi is nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítséget, az adományokat, a támogatásokat garantáltan arra fordítottuk, amire szükség volt. A dolgozóink kaptak minden egyes támogatást, és külön köszönjük az elismerést, és én is köszönöm minden kollégámnak, és nagyon jó egészséget kívánok a lakosságnak, mindenkinek, aki hozzánk fordul, és természetesen kollégáimnak is kitartást így a negyedik hullám előtt.